Az Opel-Dakar Team versenyzői Szalai Balázs és navigátora Bunkóczi László a harmadik versenynapon 9-ként rajtoltak el. A magyar tereprali csapat történetében Katar a 40. ország, ahol versenyeznek. Kicsit azért a dűnék itt keményebbek, mint a normál afrikai vagy szaharai dűnék. Sokkal könnyebb volt benne menni, viszont azért, mivel rengeteg nyom van a dűnék között is, rengetegszer az ember esetleg rossz nyomra megy, ahol vissza kell fordulni, és az azért már eléggé olyan necces volt, hogy sikerül vagy nem. De aztán hát itt vagyunk a célba, hogy sikerült, mert a navigációval azért ma is meggyűlt a bajunk. Ilyen dűnes sor még én nem nagyon láttam. Tengerparton ilyen egész hosszú dűnesorok mentek, és tök vicces, amikor kibukkansz egy dűnával, és akkor, ha nem fordulsz el, akkor a nagy kékség ott alattad van. Ez egész elképesztő. A kisebb eltévedések miatt a csapat végül 4 óra 49 perc alatt teljesítette a 340 kilométeres mért szakaszt. Ezzel a 11. helyen végeztek, és közel 81 perccel volt lassabb az idejük, mint a szakasz győztesé. Az Opel Dakar Team versenyzői összetettben a 9. helyen állnak, 3 óra 44 és fél perc lemaradással Nasser Al-Attiyah mögött. Volt egy defektünk, mikor az egyik lengyel versenyző megelőzött, akkor megpróbáltunk egy kicsit gyorsabban menni, és az ő porában egy ilyen kisebb sziklát azt elkaptam, úgyhogy egyből egy defekt volt. Azt egy kicsit lassan tudtuk kicserélni, hiszen ott volt egy csavarral problémánk, amiatt vesztettünk elég sok időt, több mint 5 perc volt ez a kerékcsere, de egyébként ilyen műszaki problémák nem volt, az autó nagyon jól viselkedik.